Családi legenda szerint még alig látszottam ki a földből, de már imádtam beszélni és szerepelni. És nem is akár hogyan. Hoztam a sámlit, felálltam rá, és már szavaltam is. Hosszú verseket nagyon pöszén. Szívesen szóba legyettem bárkivel, és tartottam szóval másokat. Cserfes voltam, lelkes és intenzív. Egy mosolygós minilázadó. Aztán jött az iskola, és valami megváltozott. Mindjárt első osztályban, amikor megkaptam életem első és egyetlen intőjét, matematika órán sokat beszélgetett. Majd kicsit később, amikor körmös vagy fejrekoppintás járt a csintalanságokért. Otthon jutalom az ötösért, alig észrevehető szájhúzás a négyesért. És szépen lassan a lelkes, cserfes kis Zsuzsiból szabálykövető, fegyelmezett, az elvárásoknak megfelelni akaró gyerek lett. Kitűnő tanuló, eminens a jó gimnáziumban, majd ugyanez az orvosi egyetemen. Egy remek karrier minden esélyével. Hát ehhez képest az egyetem elvégzése után bő egy évvel már várandós voltam az első gyerekünkkel. Akkoriban éppen egy nagy kórház gyerekosztályán dolgoztam, de alig, hogy beleszagoltam a fertőtlenítő szagú levegőbe, már otthon is maradtam a kisbabánkkal, akit aztán villámgyorsan követett két testvére is. Szóval nem egészen 4 év alatt lettünk 3 gyerekes szülők a férjemmel, ennek minden egyszerűségével és bonyolultságával, könnyűségével és nehézségével, izgalmával és unalmával. Az 5 évnyi otthonlét során a tanulás meg a hosszú távfutás mentett meg a gyes betegségtől, majd ezek után tértem vissza a munkavilágába, ingázó, újrakezdő gyerekorvosként, megint kórházba, olykor havi 220 órát is lenyomva. A 3 kisgyerek és egy szintén nem keveset dolgozó orvos férj mellől. Hát innentől kezdve, előbb ösztönösen, aztán egyre tudatosabban kerestem az egyensúlyt a nagy család meg a karrier között. És nem volt nehéz rájönni, hogy a gyerekeim száma nem lesz kevesebb, hát hozzájuk, a családhoz fogom igazítani a szakmai pályafutásomat. És az nem az lesz, amit az orvosi hivatás forgatókönyve, vagy az ezzel kapcsolatos elvárások diktálnak. Hát így történt, hogy szakvizsgát követően, egy rövid házi orvosi kitérő után, még egy szakképesítéssel a kezemben, saját vállalkozás építésébe kezdtem. Hát nagyjából a nulláról, az ösztöneimre, a megérzéseimre hallgatva, és autodidaktaként sajátítva el a vállalkozói lét minden csinyát, bínyát. Előbb vidéken, ahol akkoriban éltünk, majd egy költözést követően a fővárosban. Megint előről kezdve, 43 évesen, immár 4 gyerekkel, és még egy diplomával gazdagabban. Aztán 45 éves lettem, és jött az 5. gyerek, és készülőben a következő képesítést igazoló papír is. Hát valahogy így lett belőlem 5 gyerekes anya, meg vállalkozó, hagyományos gyerekorvos helyett a csecsemők, a kisgyerekek és szüleik lelki gubancait értő, és azokat kibogozni segítő orvos, szülő-csecsemő kisgyermek konzulens, és nem sokára már kész pár és családterapeuta is. És ahogy mondani szokták, mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs a férjem, meg a gyerekeim, meg az iskoláim. És valahogy így lett a gyerekkori sérülésekből, meg hiányokból egyfajta üzemanyag. Az 5 évnyi otthonlét során hát nem keveset tanultam magamról, de talán még ennél is többet a gyerekeimről, a gyerekeimtől. És azt éreztem, hogy még többet akarok tudni, hogy még jobban szeretném érteni őket, a legkisebbeket, vagy ahogy nevezni szoktam, a kis pelenkás zseniket. Mert lehet, hogy furcsán hangzik, de én rajongok értük. Minél jobban figyelem és értem, annál jobban csodálom őket. Mindegyiküktől tanulok valamit, de közben magamról is. Egyfajta példaként szolgálnak a számomra. Ha hagyjuk, akkor életük aktív alakítóivá válnak, és példaként szolgálhatnak mindannyiunk számára. De miért is nevezhetjük zseninek a kisbabákat, vagy a totyogó kisgyerekeket? Valószínűleg mindannyian láttatok már kúszó vagy mászó, vagy éppen csetlő-botló apróságot. Kavicsokkal molyoló, sarazó, pocsolyákban ugráló kisgyereket, akár a sajátotokat, vagy valaki másét. És az oké, hogy látni láttatok. De alaposan meg is figyeltétek?
Ha nem, akkor érdemes megtenni. Mert lelkesedésükre, kitartásukra, módszereikre, a pillanatban való jelenlétükre odafigyelve fontos felismerésekre tehetünk szert, és sokat tanulhatunk tőlük. Tudom, ez most furcsán hangozhat, hiszen azt gondolnánk, hogy éppen ők azok, akik tőlünk, felnőttektől tanulnak, és ebben van is igazság, hiszen számtalan dolgot a mi utánzásunk, megfigyelésünk útján sajátítanak el. De azért nézzük meg, hogy hogyan fedezik fel a világot, hogyan tanulnak saját tapasztalat útján a kicsik. És gondoljunk arra, hogy ezek akár egykori önmagunk is lehetünk. Hiszen mi is voltunk kicsik, de ha mi magunk már nem is, a sejtjeink, a tudatalattink emlékszik erre az időszakra. És lehet, hogy már nem vagyunk bátrak, vagy gyakran érezzük magunkat bizonytalannak, gyávának, lúzernek. Ez a kisgyerek valahol ma is ott van bennünk. Szóval képzeljünk magunk elé például egy imbolyogva, bizonytalanul lépegető kisgyereket, aki először még kapaszkodik. Aztán történik valami. Elengedi a kapaszkodót, és megindul egyedül. Aztán elesik, meg feláll. Elesik, feláll. Ez ismétlődik sokszor egymás után. Hányszor esik el, borul fel, üti meg magát. Felnőtt fejjel akár azt is kérdezhetnénk, hányszor éri kudarc. Hányszor véti el, mert még valami nem megy tökéletesen. Még nem gyakorolta be eléggé, és mégis csinálja tovább. Mi történne vajon akkor, ha a második kudarc után feladná? Hát némi túlzással azt is gondolhatnánk, tán kihalna az emberiség. Ám őt hajtja egy erő, a tanulás, a felfedezés vágya, egészen odáig, hogy tökére fejlesz-e bármely képességét. Amikor kisgyerekes családokkal dolgozom, a szülők gyakran meglepődnek azon, hogy a kicsiknek a szó köznapi értelmében nincs is tanításra szükségük. Hiszen az őket körülvevő világ felfedezésének, megismerésének, megértésének vágya hajtja elemi erővel egy ösztönös kíváncsiság ereje. És az, hogy az így megszerzett tudást egy jól használható rendszerbe foglalják maguk számára. És mi a mi dolgunk ebben felnőttként, szülőként? Lehet, hogy meglepő, de pusztán arról kell gondoskodnunk, hogy a tanulás élménye a lehető legjobb legyen a számukra. Hiszen mi biztosítjuk, vagy éppen vonjuk meg az ehhez szükséges feltételeket. Na de mik is ezek? Például az éppen elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű inger. Biztonság fizikai és lelki értelemben. Odafigyelő, érzékeny szülői jelenlét, amikor nem teszünk mást, mint szabad teret biztosítunk a számára. Megfigyeljük őt, csendben kivárunk, és rácsodálkozunk arra, hogy mire képes ő maga. Igényeihez mérten természetesen a segítségére vagyunk, és a mi dolgunk az is, hogy megvédjük testi és lelki épségét. Ha kezdettől fogva jól összehangolódik egy szülő, meg egy kisbaba, akkor nagyon korán az első élethetekben kialakul közöttük egy jól működő rendszer, amely egyfajta nyitott szabad teret biztosít a baba számára. Például teli a pocakja, üres a pelusa, nyugodt, éber, látja a szülőt, de az éppen nem ő rá figyel. Ebben a helyzetben egy olyan tér nyílik meg a baba számára, amikor saját magára figyelhet. Megélheti testérzetei, tapasztalásait, kibontakoztathatja kreativitását, vagy éppen meglevő képességeinek erősítésére figyelhet. Azt mondhatjuk, hogy a szabad önálló élet és az aktív tanulás ebből a kezdeti pici önálló térből indul ki és jön létre. Mi is történik innentől kezdve? A szülő-gyerek kapcsolatból fakadó biztonságérzet ad egy kezdeti pici önbizalmat a baba számára. Ez pont elég lesz ahhoz, hogy a kíváncsisága felfedezésre késztesse. A felfedezés izgalma és öröme pedig arra motiválja majd, hogy ezt újra meg újra megtegye, magyarul gyakoroljon. Minél többet gyakorol, annál ügyesebb lesz, minél ügyesebb lesz, annál nagyobb lesz az önbizalma. A kör bezárul, és ez ismétlődik még sokszor egymás után. A szabad mozgás és játék, a gyakorlás,
a felfedezés, az önindította tevékenységek a lehető legfontosabbak egy kisgyerek számára, de ezek közül is talán a legfontosabb az, amikor valami olyasmit csinálhat, amit ő maga választott, és csinál végig. Az ebből fakadó tudása lesz a legértékesebb és a legmélyebb. Oké, hogy is néz ki ez a gyakorlatban? Pistike. Másfél éves, igazi kísérletező, megfigyelő. Kezdetben nagyon érdekelték őt a színes fakockák, élvezettel próbálta egymásra pakolni őket. Volt, hogy sikerült, de eleinte inkább nem. Nos, ilyenkor jött anya és apa, és szépen kijavítva megmutatta, hogy hogyan is készül a tökéletes torony. Pisti egy darabig figyelt, majd földig rombolta az anyja vagy az apja által épített tornyot. De olyan is volt, hogy dühösen szanaszét dobálta a kockákat, és egy idő után már egyáltalán nem akart építeni. A szülei nem értették, hogy mi történt vele. Vajon hogyan alakult volna a helyzet, ha a szülők egy kicsit visszafogják magukat, és hagyják, hogy Pisti maga jöjjön rá a toronyépítés titkára? Ha nem avatkoznak feltétlenül közbe, hanem inkább csendes megfigyelőként vannak jelen. Ha nem tesznek más, mint biztatják, és elismerik a kitartását. Ha Pisti megkapja pont azt a szabad teret, amelyre neki szüksége van. Hát valószínűleg az történik, hogy Pisti egy ideig más sem csinál, mint tornyot próbál építeni. 10-szer, 20-szor, 30-szor, és a 31-re lehet, hogy sikerül neki. Juditka. Amolyan magának való kisgyerek. Kezdetben egyáltalán nem ilyen volt, inkább csak egy nyugodt kisbaba, aki aludt és evett, és csendben nézelődött a szülei nagy örömére. Így aztán édesanyja jóformán bármennyi és bármilyen házi munkát és feladatot el tudott végezni mellette. Azért kezdetben Juditka még nyafogott olykot, de csak egy kicsit, de mivel anyja fontosnak érezte, hogy a feladataival végezzen, elég gyakran hagyta figyelmen kívül a kislány jelzéseit. Hát Juditka már nem nyafog, de a szülei azt látják, hogy nehezen találja fel magát, nem szeret játszani, csak úgy ténfereg a lakásban. Nem járnak játszótérre sem, mert ott is csak ücsörög az anyja vagy az apja közelében. Hát mit is látunk itt? Azt, hogy bátorító szülői jelenlét nélkül, optimális szabadság helyett egy ilyen hatalmas űrben elveszve magára hagyva, egy kisgyerekből könnyen bizonytalan, bátortalan, és éppen azért a szülő nadrágja vagy éppen szoknyája mellett ülő nagyobb gyerek válhat. Valami ilyesmi történik most Juditkával is. Marci. Aktív, lelkes, minden érdekli. Ahova csak lehet, felmászik, imád pakolni, ezerrel teper a kis motorral. Hát ezek némelyiket tűnhet akár rosszalkodásnak is, csak hogy Marci anya hasonló volt kicsinek. Hát ő sem nagyon fér a bőrébe, viszont cserébe könnyű a fiát értenie. Pontosan tudja, hogy a fiának nagy mozgástérre van szüksége, és az ő dolga az, hogy ezt lehetővé tegye számára biztonságos keretek között. Marci elég jól tudja, hogy hova mászhat fel, melyik fiókból pakolhat ki, és mi lesz az, amiért az anyja, meg az apja már valószínűleg szólni fog. De azt is nagyon szereti, amikor például olyasmit csinálnak közösen, amit mindannyian nagyon élveznek, és osztozhatnak az élményben. Na mi itt a titok nyitja? A kedves, jól érthető következetesség, az önállóság bátorítása és a szülő aktív jelenléte a gyerek életében. Sokszor eszembe jut. Mit nem adnék azért, hogy ma is úgy tanulhassak, úgy vethessem bele magam az új helyzetekbe, ahogyan azt mondjuk egy Marci forma kisgyerek teszi. Vagyunk így még néhányan? Mert ideális esetben mindannyian kis pelenkás zseniként kezdjük, aztán életutunk során, bár előbb vagy utóbb mindannyian szobatisztává válunk, de lesz, akiből bátor és brilliáns nagy zseni válik, másból viszont nehezen döntő, komfortzónáját el nem hagyó, vagy éppen az elvárásoknak megfelelni akaró felnőtt. Amikor felnőttként ott állunk egy döntési helyzetben, teli gatyával, hát nem könnyű arra gondolni, hogy volt idő, amikor ment ez máshogyan is. Pedig az a lelkes kis zseni ma is ott van bennünk valahol. Vajon mit tenné lehetővé, hogy újra felfedezzük és tanuljunk tőle? Hogyan lehetnénk lelkes, kitartó, vállalkozó szellemű felnőttek? A válasz nem könnyű, az azonban biztos, hogy az is ott van bennünk valahol.
és a kicsiket megfigyelve, rájuk csodálkozva, sőt őket példaként követve, közelebb juthatunk a válaszhoz. És van itt még valami. Nagyon nem mindegy, hogy felnőttként, szülőként hogyan viszonyulunk hozzájuk. Milyen feltételeket biztosítunk a tanulásukhoz, a fejlődésükhöz. Nagy a felelősségünk ebben is, de ezáltal is sokat tanulhatunk magunkról, közelebb kerülve ahhoz a kis zsenihez, akik egykor voltunk. Zárásként azt kívánom nektek, magamnak, hogy leljük meg ezt a kis felfedezőt, és kövessük őt bátran. De ne csak magunkban, hanem a gyerekünkben is. Vegyük észre, bízzunk benne, és hagyjuk menni a maga útján. Thank you.